Minden gyerek szeret rajzolni, agyagozni, gyurmázni, és vannak néhányan, akik így maradnak. Én is ezek közé tartozom. Igazándiból általános iskolában figyeltek föl arra, hogy egy kicsit jobban rajzolom, vagy jobban ragaszkodom ehhez a tevékenységhez. Azután jött a Szegedi Művészeti Szak középiskola, ott pedig már megtelik az embernek a feje gőzzel, valamiféle kötődése támad ehhez a pályához, és azután már sodródik bele. És igazándiból, ha még egyfajta dolgot, ami ebbe az irányba mozdított el, az a templomoknak a szobrai volt. Először a kicsiny falusi templomnak a szobrai, ahová jártunk, azokra csodálkoztam rá, és a rajzolás szeretete és ezek az élmények vittek közelebb, és egyre közelebb ehhez a tevékenységhez. Meghatározó a történelmi érdeklődésem, ez volt a másik dolog, amire középiskolában igyekeztek rábeszélni, hogy esetleg egy bölcsészkarra menjek, az irodalomhoz, történelemhez való vonzódás. Tehát a nagy életművek igézete, egy-egy olvasmányélmény, ami elindít valamilyen alkotás felé, ezek inspirálnak, és kétféle dolgot csinálok, van az érmészet és van a nagy plasztika. Amit nem sikerül megvalósítani nagyban, mert ahhoz azért megrendelő és meglehetősen sok pénz kell, azt igyekszem legalább kis plasztikában, vagy pedig éremben megformálni, és ott emléket állítani egy-egy történelmi eseménynek, vagy jeles személyiségnek. Jó néhány olyan téma van, ami visszatért az életemben. Ilyen például Szent Lászlónak a legendaköre, Szent István élete. Ezeket megformáztam emlékpénzben, amiket a Magyar Nemzeti Bank bocsájtott ki. Nagyon sok nagyméretű éremben, domborműben és nagy plasztikában is. Mosonmagyaróváron például mind a két szent királyunknak sikerült nagyméretű, monumentális emlékművet állítani. Mosonban Szent István királynak, Magyaróvárot pedig Szent Lászlónak, mind a kettő egy-egy templomhoz kötődően helyezkedik el. És úgy látom, hogy szeretik is a városnak a lakói, kötődnek hozzájuk. A múzeumház Győr egyik legszebb helyén, a Bécsi kaputéren helyezkedik el, a Káptalan domb lábánál. Ez egy kicsit meg is határozza, hogy mire kell itt ügyelnünk. Felhívjuk a figyelmet a város, a fölöttünk elhelyezkedő Káptalan domb szakrális, történeti értékeire, vonatkozásaira, ezen kívül pedig a kortárs képzőművészetet is szeretnénk bemutatni, olyan alkotókat, akik példát adhatnak a jelenkor ifjúságának, és ez valahol egy misszió is, hogy a kortársakra is oda kell figyelni, mert valamikor ebből lesz majd a történelem, ebből lesznek azok az alkotások, amiért turisták idejönnek, amiért érdemes itt élni ebben a városban, amivel hozzá tudunk valamit tenni a városnak az eddig megvalósult kulturális értékeihez. Itt tulajdonképpen egy műemlékházat sikerült megmentenünk, magában ez is egy óriási dolog.